Ez a videó az Autódok támogatásával jöhetett létre. Az Autódoknál széles választékban találtok autóalkatrészeket. Az Autódok árai még a magyar kedvezményes alkatrészt is fölülmúlják. Az árak alacsonyak, és 200 napon belül vissza lehet őket küldeni, ha az alkatrész nem megfelelő, vagy nem vagytok vele elégedettek. 26 országban megtalálható az Autódok, és letölthető a mobilos alkalmazások is. További részletekért kattintsatok a leírásban szereplő linkre. Autódok.hu. Sziasztok! Sokan kérdeztétek, hogy mégis milyen autót szerelek én, milyen autót ügykölök, úgyhogy csinálok egy bemutató videót. Na nézzük! Ott van a gépszörny, vagy gépsárkány. Ez egy 95-ös Volvo 440-es, 1.8 benzin, úgyhogy szép alufelnivel, elő a tárcsafékkel, hátul dobfékkel, van rajta csini vonóhorog, és igazából kívülről, hát szép szögletes, szép kocka. Előről a 850-esnek az órát idézi. 850-es Volvo-hoz szabták, mert ez a faceliftes verzió, ez a ránc felvarrott. Úgyhogy, hát ez ilyen kis csini, kis picike. Mindössze a teteje, magassága mindössze 140 centi. Na, nézzük is a belsejét, ami igazából, hát, szép szögletes Volvo. Az ajtókor sincs semmi csoda. Ami érdekesség, hogy az autó igen-igen öreg, és alul az ajtóknál, meg a küszöb, meg az egész úgy rendesen egybe van még. És még lakatolva se nagyon volt. Ami nagyon feltűnő. Azért volt itt már ilyen fújkálás, az lehet látni. Ott színe van a kilincsnek. Meg itt is össze van fújkálva. Meg a kárpit végig össze van fújkálva, ez volt itt javítva. Úgyhogy ez ilyen. Ez egy nyugdíjas bácsi volt ez a kocsi, és a világ csavarját rakta bele. Itt végig. Ez csavar, 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 de teljesen körbe, körbe, összecsavarozott mindent mindennel. Ott is. Mindent, minden csavarozott. Elől, az nem tudom, hogy mennyire látszik, bevilágítok. Ottni. Aztán a cipőtalptól kezdve mindent oda csavarozott, amit lehetett. Nem tudom, erről van-e. Na, erről nincs. De hát... Itt is. Na szóval, akkor beszéljünk egy kicsit még tovább az autóról. Egy végtelen egyszerű szerkezet. Az az egésznek a lényege. És emiatt olyan túl sok minden nem is tud benne elromlani. Igazából még elektromos ablak sincsen benne, ami nagyon hiányzik. És ami még jobban hiányzik, hogy nincs benne ABS. De minden kezelőszerve működik. Minden. Nincs elromolva semmi. Működnek a fűtéskapcsolótól kezdve a hátsó fűtött szélvédőig. Minden működik benne. És 23-24 éves. Na nézzük a csomagtartót. Na itt van a csomagtartó. Ami nem annyira kicsi. Nem is annyira nagyon nagy. Igazából, de nagyon jól pakolható, mert az egész hátsó ajtó nyílik. És még ha itt van egy kis fogantyú, itt lehajtjuk az ülést, a lámpát elveszem. Ha lehajtjuk az ülést,
akkor meg egy igazából szinte egy óriási rakteret kapunk. Így, né. Szóval ide be lehet tolni egy kisebb asztalt. Na, ezzel meg vagyunk. Az aljáról annyit, hogy én már bujkáltam alatt a nyáron, mert szerelgettem, és nem rozsdásodik. Én nem látok rajta rozsdát, de majd tüzetesebben átnézem, mert nem tudom, hogy mi legyen az autóval, hogy most megtartós legyen, vagy sem. Mert van egy picike kis motorgondja, de ott van egy kis donor, és abból mindent ki lehet szedni. Na szóval, az alja az rendben van, hátul a futómű az olyan, hogy hátul dobfék van, mint látszik is, szép rozsdás, hátul dobfék van, ott van egy lengőkar, egy hosszanti lengőkar, arra rácsatlakozik a lengéscsillapító, ott van egy másik lengőkar, ami megy hátra, és igazából ott beljebb van egy tekercsrugó, és keresztbe meg van egy 50x50-es zárt szelvény, és ennyi az egész futómű. És nincsen stabil rúd se hátul. Elől meg úgy áll össze, hogy féktárcsa van, és rendes megferzon a futómű, van egy háromszög lengőkar, meg stabil rúd, és itt igazából itt ki is fogyott a tudomány. Ez a lehető legegyszerűbb első futómű, és a lehető legegyszerűbb hátsó futómű, legalábbis amiről én tudok. Na, nézzük meg a motorkát. Na, itt van a motortér, ott van az akkumulátor, levegőszűrő, ott a fékolajtartály, tökéletesen átlátható minden. Ott a víztartály, a szervószivattyúnak az olajtartálya, generátor, olajszűrő, ez nem ide való, de én ide raktam. Aztán ott vannak a gyertyák, végig. Egyszerűen ott van a gyújtáselosztó, ott van egy modul, vagy hát igazából az a, minek is hívják, a központi injektoros az autó, 1.8 benzin, és ott van a ilyen-olyan jeladók, erről ott van a gázpedál bovdem, ott beljebb ott van az alapjárat tartó motor, úgyhogy a kuplunk is bovdenes, úgyhogy az olajjal nem lesz probléma, ott a lambdaszonda kábel, meg szóval egyszerűen minden elérhető, még a vezérműszi is látszik. Szóval egyszerűen. És az autó belülről igazából nincsen ropira rohadva, nem a legszebb, de a korához képest egész rendben van. Ott van egy kis olajfolyás, az nem tudom, hogy honnan jön, mert az olaj nem folyik, vagy nem fogyik, úgyhogy az valami régi, vagy nem tudom. Mivel nincsen benne klíma, itt elő van a hűtő, ahogy látom, van egy kis szereplési vágya a hűtőnek, ott egy nagyon picit szivárog, látszik, hogy piroslik. De nem annyira, hogy fogyjon, mert tele van. Úgyhogy csak egy nagyon picit szivárog. Vagy csak túl sokat öntöttem bele, és ha nagyon nagy volt a nyomás, ott egy kicsit megengedett a... Mi az már? Ott van a hőgomba, ott van betekerve. Az engedett meg annak a tömítésénél. Na, szóval egy végtelen egyszerű szerkezet, és nagyon olcsó, és olcsó is fenntartani. Én eddig erre az autóra 60.000 forintot költöttem egy fél év alatt, és igazából most minden működik rajta, kivéve belül a duattyúk egy kicsit kolompolnak, de hogyha esetleg úgy van, hogy megtartom, akkor megbontom és kicserélem benne a duattyúkat, hogyha úgy érzem, hogy képes vagyok rá ebből kiszedni és abba átrakni. Mivel duattyút újonnan már néztem, hogy mennyibe kerül, de még nem találtam. Na, utazni benne az autóban el lehet vele menni a világ végére, csak hangos, egy kicsit, viszont ha beülök hátra, beülök most magam mögé, és ennyi hely van. Rettenetesen sok hely van hátul, ahhoz képest, hogy milyen pici az autó. Viszont keresztbe, szóval az autónak a szélessége az annyira kicsi, hogy csak két személy fér el hátul rendesen. Ha hárman ülnek be, akkor hát
hogy mondjam, nehéz becsukni az ajtót, mert mindenkinek összeír a válla. Sőt, ha nagyobb darabok, akkor az egyiknek előre kell hajolni, hogy a másik kettőnek a válla elférjem. De teljesen rendben van, és gombokért lehet ilyeneket venni. A fogyasztás az olyan 8-tól 9,5-ig csinálja nekem a fogyasztásokat. Ez ilyen szaladgálós, meg autópályázós, meg munkába járós, 4,5 kilométerre lakok a munkahelytől. Úgyhogy eddig 8 liter volt a legalja, és 9,4 volt a legteteje. Egy ilyen kis aranyos kis szerkezet. Gondoltam, amíg el nem tűnik a süllyesztőből, vagy süllyesztőben, addig csinálok róla egy kis videót. Na, hát nézzük is, hogy milyen vezetni, és hogy milyen vele közlekedni. Ah, még itt van a izé, ez valamelyik részben benne van, itt van a motormelegítő, bedugjuk, ott van egy óra, és 2 óra hosszát melegít, itt meg be van dugva az autóba, és szépen felmelegíti a motort. Itt van már a kábel, szépen felmelegíti a motort, 50 fokkal melegebbre, mint amilyen az időjárás, a külső hőmérséklet, és még ott is van egy konnektor, ott belül, és van egy beltéri egység, ha valaki megveszi, én nem vettem meg, mert lusta disznó vagyok elmenni érte, úgyhogy ha megveszi az ember, akkor a belső hőmérsékletet is szépen felmelegíti, mert van bent egy hajszárító igazából. Na ennyi, lássuk most már milyen vezetni. Ezeket meg visszapakolom, mert kivettem a csomagtartóból, hogy lássatok. Na, nézzük is, hogy milyen is vezetni ezt a gépsárkányt. Igazából ez egy régi kis autó, el lehet teljesen vezetni, nem olyan, mint egy zsiguli. Szóval 95-ös létére könnyen és egyszerűen vezethető. Mit mondjak igazából? Hát elsőnek a kormány... Nem, hát elsőnek kezdjük azzal, hogy milyen beleülni meg az egész. Viszonylag nehéz beleülni és nehéz kiszállni, mert nagyon alacsony az autó, úgyhogy szinte az ember leül a földre. Aztán, ha már beleültünk az ülésbe, akkor az ülés puha, ahhoz képest, a modern autókhoz képest ilyen puha, tömött ülése van neki, mint egy fotelbe ülne az ember, de még sincsen meg az ülés pozíció, egyszerűen már régóta van ilyen autónk, és én még nem találtam meg. Mindig van valahol, mindig nyom valahol, vagy a derekam, vagy a lábom van útba, vagy a kormány van túl közel, túl messze. Na mindegy, ennyit az ülésről. Az megvan. Aztán a kormány. Aranyos szép kis kormánya van neki, ami kellőképpen halott. Azaz, hát abszolút nem közvetlen, tekergetni kell állandóan. A holtjáték az már így 330 ezer kilométernél már van bőven, úgyhogy nyugodtan így lehet mozgatni menet közben, nem sok minden történik, de működik. A váltó az olyan, hogyha beteszem sebességbe, akkor is ezt csinálja, ha kiveszem, akkor is ezt csinálja, úgyhogy hát ez olyan ez a váltó, hogy berakjuk a szerintünk egyesbe, és akkor bízunk benne, hogy abban van, vagy a hármas és az ötöst az félre lehet rakni, meg a kettest és a négyest. De hogyha már az ember megszokta, hogy így lityilötyizik, akkor már nincsen probléma. Itt alul lehet valami, ami alul a kulisszánál, ami ennyire kimankott. Az autó kb. Egy ilyen 1100 kiló, és az 1.8-as motor vígan gyönyörűen elmozgatja, nem egy Ferrari, de nem is egy 1 literes kis Suzuki, úgyhogy ez az alul motorizáltság szó, ez nem igazán jut az embernek eszébe túl sűrűn. 90 lóerő, 1.8, nincs turbó, végtelen szögegyszerű valami, nem romlik el szinte önmagától soha. Szóval egy megbízható kis autó. Minden kezelőszerve működik, a gombok, az a kevés, ami van, ezek nem szoktak elromlani abszolút. Ezek a bajuszkapcsolók se romlanak el. A ablaktörlő az egy kicsit béna, mert hogyha felfele kell nyomni ahhoz, hogy szakaszosan működjön, utána van egy lefele egy holták, utána ha tovább nyomjuk lefele, akkor megy a folyamatos ablaktörlés. Úgyhogy nem az igazi, van itt fészúró magasságállításunk, elektromos, meg utólagosan beépítettem a USB-töltőt. Igazából az elektromos ablakemelő hiányzik nagyon. Mi van még, ami hiányzik ebből a kocsiból?
van még valami? Nem. Igazából annyi. Annyi lenne a lényeg. Ja, meg egy kis hangszigetelés, mert ebben semmi hangszigetelés nincs. Egyszerűen csak közlekedik az ember, és bízik az ember abban, hogy nem süketül meg. De valakinek egy olyan autó kell, ami elviszi A-ból B-be, nem robban le állandóan, és rettenetesen olcsó, akkor ez egy nagyon jó választás. Alkatrészárak, gombokért komolyan, annyira olcsó, hogy az ember így, mikor megveszi az alkatrészt, egyszerűen csak mosolyog rajta, hogy ennyiből legyártani nem éri meg az alkatrészt. Tényleg fillérekért lehet hozzá alkatrészt venni. Az biztos, utazási komfort, azt, hogy az ember békésen és nyugodtan elutazzon vele valahova, hát az felejtse el, zú, bú, zörög, csattog, csörög, mit tudom én, de megy, rendületlenül megy, el lehet benne utazgatni kényelmesen. Ennyi, ez így sikerült ez a kis teszteske, ha tetszett, akkor jelezzétek, és még csinálok ilyet. Addig is a következő videóig is. Sziasztok!